tartani minden sorat. Három nap a hátam. Egészen pontosan 3 nap, 7 óra, 43 perc. Finisben vagyunk, úgy is mondhatnánk, hogy ráfordultunk az utolsó hosszra. Magyarország péntektől a világ egyik legfontosabb sporteseményének a házigazdája lesz. Történelmet tudunk ezekben a percekben. Valaha volt legnagyobb Magyarországon megrendezett rendezvénynek leszünk a házigazdája, legyen ez akár sport, akár egy rendezvény. Azért azt ne felejtsük el, hiszen közeledik a VB megnyitó, de kicsit érdemes a múltról is beszélni. Nem szokásos körülmények között rendezünk most ilyen világbajnokságot. Hiszen eredetileg Mexikó lett volna, Mexikóban lett volna a világbajnokság, visszalépett és pályáztunk, és a finálnak köszönhetően ránk esett a választás, és elmondhatjuk, hogy példanélküli gyorsasággal kellett felkészülnünk a rendezésre. És azt kell önöknek mondanom, azt kell a sajtó képviselőink keresztül az ország lakosságának és a világ közvéleménynek jelenteni, hogy Magyarország felkészült ennek a világbajnokságnak a megrendezésére. Az utolsó percekig fogunk dolgozni, de ezek már az utolsó simítások. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, akinek a beruházásokkal kapcsolatban zaj vagy lezárások kellemetlenséget okoztak, vagy esetleg okoznak az elkövetkező időben. A VB sikeréért jelenleg is több ezer magyar dolgozik, közöttük önkéntesek, akik szívvel, lélekkel szolgálják Magyarország sikerét. A világbajnokság megszervezésével megmutatjuk, hogy nem ismerünk lehetetlent. Ez az esemény az összefogástól, a magyarok tehetségéről és a betartott ígéretekről szól. Minden esélyünk megvan rá, hogy nem csak egy jó, de talán a legszebb, a leghangulatosabb VB-t rendezzük meg. Büszke vagyok rá, hogy az egész világnak meg tudjuk mutatni Magyarország és Budapest legszebb arcát, a gyönyörű Dunát, a Dunai panorámát, a Pest és Budai látképet és persze a Balaton. Ez a világbajnokság hozzájárul ahhoz is, hogy már régóta tervezett fejlesztéseket megcsináljuk. Megépült például a Duna Aréna, teljes rekonstrukción esett át a Margit-sziget, megújultak az utodák is, és ezeket már régen ígértük a sportolóknak. Nem lehet és nem is tudom most felsorolni, de árvízvédelmi beruházásokat készítettünk el, új sétát építettünk, gyalogos híd, rakpart felújítás, tartós IT-fejlesztések, új kompkikötő, és teljesség igénye nélkül ezek a fejlesztések mind-mind megvalósultak. Mi büszkék vagyunk ezekre. De ami ennél még fontosabb, mindezek évtizedeken át szolgálják majd a gyerekeket, a családokat, a versenyzőket és a nagy közönséget. Sokat támadnak a költségek érdemünket. Azért, hogy megelőzzek néhány kérdést. Itt is szeretném elmondani, de már többször elmondtuk. A vizes VB költsége 46,4 milliárd forint. Nem több, nem kevesebb, 46,4 milliárd forint. Ebben benne vannak a ideiglenes beruházások, a nyitó és a záró rendezvény, valamint a szervezési költségek. Ezen kívül összesen 84 milliárd pár száz millió forintot forintban valósítottunk meg tartós fejlesztéseket Budapesten és a Balatonnál. Ezeket a fejlesztéseket az úszó végétől függetlenül meg kellett volna valósítani. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a kollégákhoz is. Fantasztikus csapat dolgozik a világbajnokság sikerén. Megfeszített erővel azért dolgoznak, hogy minden rendben legyen. Itt szeretném megköszönni a munkájukat. Végezetül úgy érzem, hogy mi mindent biztosítunk egy tökéletes versenyhez, teljesíteni viszont a sportolóknak kell. És akiért mi, én szurkolni fogok. Kérem, szurkoljanak önök is. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok, találkozunk július 14-én, és az követő 2 évben a világbajnokságon, az követő hetekben a Masters-ben. Köszönöm a hallgatást!